Sok ország ment már csődbe, amelyik a hadászatra erején felül költött, de még egy sem, amelyik az oktatásra. Klebersberg Kunónak ez a többször idézett, ám most különösen időszerű gondolata adta meg az alaphangot az egykori kultuszminiszter könyvtárának avató ünnepén. A pesthidegkúti kúria átépítésében kétkezi munkával is résztvevő politikus 1922-ben vásárolta meg az ingatlant, és az 1949-es államosításig annak egyik legnagyobb értéke, amint egy 6000-es könyvtára volt, amelynek kötetei több helyre kerültek a kommunizmus viharában. Az épület helyreállítását kezdeményező pénzügyminiszter szerint Klebersberg értékőrző munkája is óriási, de politikai törekvései mai megítélés szerint is időtállók és rendkívüliek a nemzet megtartása szempontjából. Ez a nemzet, ami számtalan traumát hordozott magában, és itt különösen a Trianonra szeretnék utalni, egyfajta újjászületést tudott megélni a betleni konszolidáció időszakában. Ugye a Bethlen 31-ig történő miniszterelnöksége tulajdonképpen annak a traumának a kezdeti feldolgozását jelentette, amit Trianon okozott. És ennek egy oszlopos tagja volt Klebersberg Kuno, ennek a megújító munkának, hiszen az ő alapgondolata mégiscsak az volt, hogy mi tartja meg a nemzetet. Mi fogja megtartani a magyarságot. És ennek szentelte az életét, ennek a gondolatnak a kifejtésének. Azt kell mondanom, ritka az a történelemben, amikor egy pozíció ilyen kitűnően talál meg egy személyiséget és embert. Ugye vallás- és közoktatásügyi miniszterként, ahogy hallhattuk, sportügyekkel, kultúrával tudott foglalkozni, és meggyőződése volt, hogy ez fogja a magyarságot továbbvinni. A kultúra, a művészet, az oktatás és mindaz, ami ehhez köthető. A Klebersberg kúria ugyan nagyon kis része ennek a hagyatéknak, ám a hajdan kutatási alapul is szolgáló könyvtár megmentését, illetve visszatöltését minden támogató alapnak tartotta. Most érkeztünk el a könyvtár kutatóhelyként való kiépítéséhez. Egy olyan kutatóközpont kialakítása a cél, mely Klebersberghez kapcsolódó anyagokkal már rendelkező országos, illetve határon túli intézményekkel hálózatot kialakítva, azok anyagához hozzáférés biztosítva működik és szolgálja ki az ideérkező és a kastélyban akár hosszabb időt is eltölteni kívánó kutatók számára. A régi új könyvtár megnyitásakor kiderült, hogy a hajdani könyveknek ötödét, körülbelül 1200 példányt már sikerült felkutatni, illetve visszaszerezni. A könyvtár hasznosítására egyébként több alternatíva is van. Lehetne itt egy olyan szakkönyvtárat létrehozni, amely kifejezetten azt a célt szolgálja, hogy a magyar kulturális külpolitika egyik kutatási bázisa, egyik főkönyvtára legyen. Össze kellene gyűjteni nem csak a Klebersberg életére és munkásságára vonatkozó könyvtári tételeket, hanem Eötvös Józseftől kezdődően egészen legalább a 20. század végéig. Újvári Gábor szerint a könyvtára a Klebersberg által elindított Collegium Hungaricum speciális magyarországi állomása is lehetne, ahol a határon túli magyar kutatók tudományos munkáit segítenék.